Danku. Lövés helyett passzol, egy gyönyörű bejátszást láthattunk, és Csanádi Arnold meg is szerzi a vezetést. Malackai, majd Major. Malackai távolról, gyönyörű találat volt, ezzel egy-egy. Ott eltűnt két játékos is a pályán. A játékvezető jelző, hogy keljenek fel, közben Bakos a labdával, majd pedig Pásztor, aki visszajött a pályára, egyenlít. 2-2. Újabb szabad dobás lesz. Malackai hatalmas gólt lőtt. Ezzel 5-2 az állás. Nagy védés volt. Polgár András ütötte vissza a mezőnybe. Csanádi, Bakos, 5-5. 8-6-os vezetésnél. Danku és Abramov, Danku győzött. 9-7. Vörös, Major lép be. Valackai távolról, szép találat volt. Feljönnek 2-re. Ő próbálott helyet csinálni a távoli lövésekhez, vagy esetleg megkapni a labdát, és egy ilyen bravúros módon beütni azt a kapuba. Magyar Istvánnál újra a játékszer, Valackai. Major. Valackai, lesz a lövés? Igen, úgyhogy húzzák a mezét is. De ennek egyébként fantasztikusan talált utat a kapuba, 14-15. Az utolsó percen belül vagyunk már. Sárosi Dombegyházi kréde nem kapja, helyette kapja Szabó Péter. Gyönyörűen értékesítette. Másik a kapusát vele szemben, ezúttal is egy hármas csere. Ennek ellenére Csanádi Arnold megkapja a labdát, és higgadtan értékesíti, nem úgy, ahogy az előbb láthattuk. Pásztor, Szollár kapja a szélen. Szollár, Patakfalvi véd, és van még 4 másodperc. Valackai, ebből nem lesz gól, marad a 16-15. Vörös Árpád, Valackai indult be, Majornál a labda. Dombegyház is belép. Major távolról, hatalmas gól volt. Danku, Csanádi, lövés helyett bejátszani próbált a labdát, ez nem sikerült. Szabó indítja csöndest, aki még le tudta szedni a levegőben, és könnyedén be is lövi. Bakos! Ezt fantasztikusan csinálta, benézett középre, mintha passzolna, ennek ellenére ragasztott egy hatalmas lövést. Ön a kapufáról vágodott le, marad a közte a 3. Csanádi Walter, újra nála, Bakos, nagy lövés volt, be is ment. Palackai, Sárosi, Major, még tovább játsz a Dombegyházihoz, kipókhálózta a felső sarkot, és mint csak a második gólja ma. Az állás 22-24, Csanádi Walter, lövés még nincs, Pásztor, viszont a játékvezetők sem kérik, most van fent a kezük. Bejátszás, Patakfalvi védéssel, viszont Szabó volt szabálytalan, egy büntető fog jönni. Szollár Szabolcs tehát a büntetővel, Patakfalvi remek védése, a kipattanó Szolláré. Csanádi szedte le a magas passz, gyönyörűen játszott be Kóródihoz. A játékvezető pedig egy újabb büntetőt ítélt, és nem Szollár áll a büntető pontnál, hanem Kóródi, ő pedig a kapufát találja el. 2 hetes is kimaradt rövid időn belül a vendégeknél. Őt a labda, de remek védés volt. Dombegyházi zicserben, Dombegyházi a kapus lábai között fantasztikusan. Feljönnek 1 gólra. És hosszú idő után kiegyeníthetnek a makóiak, és csöndes ki is egyenlít. Gyönyörű paszt adott Vörös Árpád. A vezetés nem lesz meg a makóiaknak, a vendégeknek viszont annál inkább meg lehet, hiszen Bencsik Zoltán teljesen üresen volt, meg is kapta. Büntető most nincs. Pásztor messziről bepattog a labda. 26-25-re vezetnek. Major. Nem volt jó a passza. Ebből pedig meg is indulnak a vendégek. Csanádi belövi. Tehát ember hátrányba fejezi be mind a két csapatot. Találkozott 5 másodperc. Itt pedig egy mozdulat után az oldalvonalon túlra került a labda, és ez is a vége.